Na sziasztok, üdvözlök mindenkit a 100 baba kihívás, hát nem is tudom, hogy hányadik részében, 14. részében, igen. Köszönöm szépen, hogy most is ide kattintottatok. Most ugye ott tartottunk az előző részben, hogy elmentek a gyerekek suliba, per oviba, ami jó, de hogy még nem érkeztek haza, és kíváncsian várom, hogy bármelyik ők is ás lett. Mert az biztos, hogy ezen a napon, vagy ezen a hétvégén legalábbis az ikrek fölnőnek, mert hogy a... melyik ikrek? Hát a Derek és Krisz, ők biztosan föl fognak nőni, sőt, ma fognak fölnőni, ami azt jelenti, hogy kéne csinálni tortát, legalább egyet, úgyhogy csináljunk ilyen csoki tortát, dolgozzunk egy kicsit előre, csak egy icipicit, mert tényleg mindjárt itthon lesznek. Oké. Mindenki hazaért. Akkor nézzük a szükségleteket. Krisz jól van. Derek álmos. Akkor Emmanuel. Álmos. Jerome-nak pisilnie kell és aludnia. Misty. Álmos. Mindenki álmos. Szóval a szokásos. Mindenki lefekszik aludni. Jó. Egyedül Krisz nem tud mihez kezdeni. Azt mondom, hogy játszon egy játékkal addig. És most akkor megnézzük, hogy hányasok lettek. Még mindig bés, Emmanuel bés, Jerome is bés, és a többiek is bések, de jó. Hát ennek nem örülök, hogy őszinte legyek. Úgyhogy hát... Nem örülök. Vegyünk valami könyvet, amiből, hát milyen jártasságokat fejlesztenek. Szóval az a lényeg, hogy level 3-asnak kéne lennie egy skillben, és most a második szinten van az egyikből, és az pedig a handiness, amit nem tudom, hogy tudnánk fejleszteni. Upgrade. Hát nem tudja upgrade-elni, mert ahhoz a handiness skill-nek a... Jó. Akkor... veszek könyvet. Handiness könyvet. És akkor azzal majd fejleszti. Nem vagyok abban biztos, hogy most akkor az első vagy a második könyv kell neki, úgyhogy mindkettőt megveszem. És remélhetőleg igen, itt van az eszköztárában, szuper. Akkor Emmanuel handiness-t fog tanulni. Akkor mi van Jerome-mal? Ő is második szinten van egy jártasságban, ez pedig a Racket Science, amit igazából nem is tudom, hogy lehet fejleszteni. Jó, akkor ezt majd még átgondoljuk. Video gaming. Nem tudom. Mindegy, meglátjuk, hogy melyiket fejlesztjük. Akkor Missy-nek kéne egy festőállvány, vagy veszünk neki könyvet. Na, megnézzük. Veszünk neki könyvet, szerintem. És itt van a Rocket Science. Szóval akkor megvesszük ebből az első és a második könyvet. És Jerome-mal pedig megveszik a Racket Science-nek a valamelyik könyvét, mindkettőt szerintem, az a biztos. Akkor Lien, szintén Racket Science vagy Video Gaming, a Racket Science van magasabban, úgyhogy neki, ő is majd, hát jó, neki is külön nem fogom megvenni. Úgyhogy igen, ez van most. Jó, akkor most ezen fogunk dolgozni. A gyerekek pedig fölnőnek majd. Vagyis hát igazából most is fölnőhetnek akár. Nézzük meg, hogy megcsinálta a tortát. Akkor növesszük föl őket addig, amíg... addig, amíg... Hát nem tudom, hogy tudjuk. Jó, akkor rakjuk el.
Nem bizony, akkor még nem nőnek föl. Hát én most nem tudok ezzel mit csinálni, hát nem tudom. Nem tudom, tényleg nem tudom. Csináljunk még egy tortát, próbáljuk meg. Nem baj, annál több tortánk lesz, tehát annál több kajánk lesz, ahány, mint mi. Szóval értitek? Értitek, mire akarok kiukadni? Kivel kezdjük majd ezt az egészet? Most van kicsivel több időnk, mint amúgy. Úgyhogy szerintem Jerome-mal fogom kezdeni. Valami kaja kéne neki, szendvicset tegyen. Úgy állva, az jó, oké. És vigyük föl a ezt. Igen. Neked már megint mi bajod van, hát, fiam. Oké, Lian is fölkelt, és neki pisilnie kell eléggé. Mondom, hogy ő is egyen. És ő viszont rögtön meg tudja csinálni a házit, úgyhogy csinálja meg, szerintem. Emmanuel is fölkelt, mert bőgött neki a gyerek. Vagy magától, most nem vagyok benne biztos. De akkor ő is egyen, és ő pedig akkor tévézzen közben. Hát, Lian is tévézhet közben. Kaja közben tévé, az a legjobb. És mindig tévézek, vagy valami filmet nézek kaja közben. Nagyon kikapcsolhatós tud lenni, mi? Ki tud kapcsolni. Igen. Oké. Pö. Szóval akkor. Jerome-mal tanuljunk egy kis rakit science-t. Jó. Tanulj. Jó, tanul. Rendben, minden oké. És akkor ezt jó, ügyes vagy, hogy eltakarítod, kedves vagy, aranyos, meg minden. Ezt rakjuk el a hűtőbe. És Emmanuel nek is fölment eléggé a mindene, úgyhogy ő pedig passa le a handiness egyet. Lea pedig cserélje ki a pelenkáját. Jó. És tudom, pisilned kell, mert láttam az előbb, meg ott is látom lent. Na mindegy. Szóval nagyon-nagyon sokat szoktam így magamba beszélni, így magamnak, halkan, úgyhogy elnézést kérek, hogyha van ilyen. Nem direkt csinálom, csak koncentrálok nagyon, hogy minden jó legyen, meg mindent meg tudjak csinálni időben. Főleg, hogy már szombat van, mert átaludták a péntek délutánt. És Misty is felkelt végül. Oké. Emmanuel végzett. Ó, szuper, megcsinálta. Szuper, szuper. Nem kell tovább olvasnod, mert már megcsináltad. És ha azt lemered tenni valahova, oda be. Jó, ügyes vagy. Úgyhogy most, hát pisilt el, nem? Ezek szerint nem. Úgyhogy most akkor egyen valamit. És Lien pedig, hát ő ugye megcsinálta a házéját. Menjen el fürdeni, vagy zuhanyozni, inkább aztán nézzen egy kis tévét. És megnézzük, hogy halad. Igen. Jó. Te is megvagy, akkor te ezután csináld meg a házit. Ez a Rocket Science 1, ez Liennek kell. Te hogy vagy? Neked a igen. Oké, akkor játszunk valami játékkal. Jó. Akkor Lien. Hát te nézd a tévét most egy kicsit. Emmanuel pedig megcsinálhatná a házit, miután evett. Na én értem, hogy Lea éhes, mert bizony éhes. Úgyhogy egyen ő is. Akkor
Amikor eléggé fölment a szórakozása, ami még nem most van, akkor gyorsan elkezdi tanulni azt a skillt, és most úgy néz ki, hogy Misty készen áll arra, hogy csinálja, vagy tanulja a paintinget. Sz vagy te gyerek? Mi a francot képzelsz magadról? Ja? Ja, hogy nincs kajád? Mindjárt lesz. Vegyél magadnak. Ott van. Vegyél magadnak kaját. Úgy. Jó, megnézzük, hogy hogy áll Lien. Ilyen egész jól áll, úgyhogy igazából tanulhat. Emmanuel. Nem, mert Jerome. Összekeverem őket, állandóan tudom. Emmanuel, csinálj meg az extra házét. Misty ott hagyta a paintinges izét, de még csak a második szinten van, úgyhogy ez még kelleni fog. Viszont valamiért hozott magának kaját, nem tudom, hogy miért, nem is éhes. Úgyhogy nem értem. Jó, várjatok, megnézem. Ne csekkolj, ne, most miért? Miért? Olvasd. Oké, Lian elérte a második szintet, úgyhogy már csak egy szintet kell nőnie. Misty pedig, neki nagyon kell pisilnie menni, úgyhogy menjen pisilni, és utána tanulja tovább a paintinget. Mert mondom, ezt akarom először letudni. És igen, hát Jerome alszik. Jó, figyelj, te ettél közben? Nem ettél. Persze, hogy nem ettél. Miért ettél volna? Akkor te kérlek, adjál fürdőt a Krisznek, mert eléggé koszos szegényem. Szegényt, hát nem foglalkozunk vele elég jól. Nézzétek meg szegényt. Jaj. Jó, Lian megint abba hagyta, de még mindig nem érte el azt a szintet, amit kell neki. Ami miatt egy kicsit mérges vagyok, de nem baj. Oké. Jerome megcsinálta az extra házit is, úgyhogy ezt takarítsa el. Én azt mondom neki. És vegyünk elő valami kaját, igen, mondjuk. Hova rakjuk? Na, hát ez a kérdés. Ide, innen talán tud venni. És Lea nagyon álmos szegényem, úgyhogy neki aludnia kéne. Misty azóta is itt áldogál és tanulja, amit meg kell tanulnia. Nem baj, legalább tanulja. És Lien is folytassa, akkor is, hogyha beledöglik. Most már tényleg ezt meg kéne csinálnia. Én szerintem Jerome, amikor föl kell, megcsinálhatja az extra házit. Emmanuel teljesen rendben van. Misty tanul, ugye még? Így tanulnak. Jó van. Valamiért elrakta. Nem akartam, hogy elragd. Nem mondtam, hogy elragd. Veled mi a helyzet? Teljesen jól van, csak egy kicsit bűzölög a pelenkája, hát semmi extra. Na, folytasd a tanulást, kérlek. Jó, Lien tarthat egy kis szünetet, mert nagyon kell pisilnie, és nagyon álmos, úgyhogy ő most lefekszik aludni. Viszont Jerome föl kell helyette. Már megint mérges vagy, menj pisilni, hát akkor most mit vársz tőle? Miért írjak be mindig mindent neked? Ne. Excellent. Ez kell neked. Ezt majd megeszed. És jó. Emmanuel elmegy aludni. Ez teljesen jó. És megint indul valamerre. Megint lerakja. Miért? Ne ragd le. Nem engedtem meg. Nem engedtem meg. Egy picit sem. Akkor a újabb painting izét kéne elővenni. Hé! Nem, abból még nem tanul. Akkor ezt olvas. Hát ez így, ez az ágy így bevetetlen maradt.
Csodálatosan néz ki, mit nem mondjak. Már csak egy pici kell. Picike. Nagyon pici, hogy meglegyen. Utána csináltad a háziaidat. Jó. Szerintem készen van. Igen. Megcsináltad. Ügyes vagy. Akkor most elmehetsz fürdeni. És ehetsz valamit. És utána még a házit is megcsináltad. Krisztin fölnőtt. Úgyhogy random választok neki valamit. Puszi. Jó, jó lesz az. És Mizu van veled, te még alszol jócskán. Jó van. Na! Hát így néz ki a kicsi Krisztin. Nézzétek, de aranyos, ez muszáj. Muszáj. Jaj, nézzétek. Így néz ki. Jaj, de cukker vagy. Egyelej meg. Jó. Szóval Krisztin felnőtt időközben. Nagyon cuki kisbabává. Akinek semmi baja nincsen. Aminek örülünk. Srácoknak is már eléggé föl kéne nőniük. Úgyhogy most már igazán kéne csinálni valami olyan tortát, ami használható. Megpróbálok csinálni. Egy csoki tortát. Jó, akkor még Lien van vissza. Igen. Megcsinálj meg a házit. Jó. Tehát Liennek kellene majd valahogy még összekapnia magát egy picit. De aranyos. Na. Jaj, te édeség. Te édeség. Na jó. És nem vettek, az a másik torta. Na várjatok. Itt van egy torta, és itt van kettő. Ezt vissza kéne rakni ide. Ez az. Fel tudjuk nevezteni a srácokat, a kisrácokat. Úgyhogy fel is neveztem őket. Kriszt először. Te rendesen tanulod, helyes. Helyes, helyes. Te meg normálisan aludj. Te még nagyon rossz vagy. Oké. Random kell? Random választok, jó? Na. Ezt. Jó? És javárjátok itt először. Ekközül mondjuk ezt. Jó. Festő és jó. Vagy hát kreatív és jó. Na, milyen kis cuki hajpántod van. Jaj, de szép lett a gyerek amúgy. Azta. Amúgy tényleg nem lett csúnya? Ebből egyen. És most, Lea, jó, pisilhetsz, de utána föl kell növesztened a másikat is. És ő magától fölnőtt, úgyhogy motor lesz neki. És ezek közül pedig ez, és ez. Jó. Akkor igazából így állunk, igen. Jó, itt van Derek, és itt van Chris. Chris helyesebb lett szerintem, de ezt majd ti eldöntitek. És kéne valahogyan át kéne ezt itt rendezni. Még én se tudom, hogy hogyan. Fogalmam sincs. Valahogyan úgy kéne, hogy ez így. És kellenének ilyen nagy ágyak, nagy fiús ágyak. Na hát, hát ez így elfér. Ez meg ide elfér, és akkor ez ide mellé. Nem, az nem fér el. Úgyhogy az nem lesz. Viszont ezt az ágyat megváltoztatom. És hát az egyik gyerek most, hát jó, adok neki valami fiúsat, jó van. Ezt a narancssárgát. És akkor az lesz
szerintem, hogy ez lesz. Igen. És akkor az egyik másik gyereket ide berakom. Hát igen, ez most egy ilyen lett. Hát nem túl szép, mit nem mondjak, de ez van most így hirtelen. Valamelyik, hát ő lesz szerintem száműzve a fiúkhoz, és Krisz marad Krisztinnel. Ó, ezt észre se vettem. Krisz maradt Krisztinnel. Jó. Akkor ő lesz ide. És Krisz jöhet is aludni ide. Szegény sír. Ó. Na, Lient kövessük végig. Már csak egy kevés kell ahhoz, hogy meglegyen ez a dolog. Olvas kérlek. Ha most hagyod abba... Úristen, de megölnélek most nagyon. Kinyírnálak. A Wicked Wimps... Nem a Wicked Wimps-el. Kinyírnálak a izéval. Azzal a... Extreme Violence-el. Nagyon kinyírnálak most. Hát ez a kis csaj, mit nem mondjak, eléggé problémás. Hát... Nem is tudom. Na mindegy. Nem túl szimpatikus nekem a kis csaj jelenleg. Még. Emmanuel mindjárt bepisil, úgyhogy rohanjon, és utána egyen. Lea pedig igazán takaríthatna egy kicsit. What? Itt mi történt? Emberek. Hát, jó. Figyeld. Felőlem megírhatod rajta, de ezt most így le akarom fényképezni. Nagyon szeretném ezt lefényképezni. A legjobb hely a tanulásra az az öcsénkem van. Bizony. Hát és nem tud lejönni szegényem. És elérte a izét, úgyhogy rezetelni kéne. Ő. Akkor teleportálni? Igen, akkor teleportáljon. Na, szuper. Megoldottuk, semmi probléma. Úristen, azt a sok mosatlant figyeljétek. Azt a káosz van itt. Káosz. Esküszöm. Na, egye meg ezt a szelet tortát. Aztán még... Ha! Hol a házi? Hol a házia? Eltűnt egy házi! Akkor venni kell. Nem tudom, hogy hova tűnhetett az a házi feladat. Lehet, hogy valamelyik kölyüknek kettő van. Hol is kell venni? Várjatok. Nem tudom, hogy hol kell venni házi feladatot. Én úgy tudom, hogy valahol lehet venni házi feladatot. Ilyen kis... izét. Tudjátok. De mi? Azt sem tudom, mi ennek a neve. Basszus. Na jó, valakinek kettő van? Na ak jó, akkor Emmanuelnek a házi feladatát kiteszem ide. És megpróbálom lemásolni. Akkor ideiglenesen megkapja Emmanuelét. Amivel csinál extra házit, mert ahogy látom már csinált házit. Csak nem tudom, hogy mikor, mert arról így lemaradtam. Bár lehet, hogy csinált és ti emlékeztek rá, csak én vagyok ilyen figyelmetlen. Valahol, aha, itt van, meg vagy. Jó, egész jól van ez a kis csaj. Egy vegyen egy kis feladatot, nagyon jól el van az a helyzet. És ne felejtsem el, addig nem fog véget érni ez a rész, amíg vissza nem adja Emmanuelnek a háziát. Rendben, megcsinálta az extra házit, úgyhogy most visszaadjuk ezt Emmanuelnek. És reménykedjünk, hogy jó lesz. Jó. És Liam végre le... Szóval... Lefeküdtetett aludni. Na, azért befejezem a mondatot. Szóval az a helyzet, hogy megcsináltuk a házit, és az extra házit is mindegyikőjükkel, azt hiszem. Ha jól emlékszem, hogyha nem, akkor, hát akkor ez van. Feltornáztuk a skilleket, amit kellett, mindegyiknél.
Hát Misty, 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 Misty. Mi az, hogy just started? Mi az, hogy just started? Komolyan. Mi az, hogy just started? Úgyhogy. Még csak Misty-nek. Jó, az énekel. Misty-nek kell még megcsinálni a háziát. Jó, Krisztint elküldjük aludni, mert morcos. Szóval. Igen. Akkor. Jó. Liam megcsinálta a házit, és elérte ugye a skillt is. Úgyhogy mind a négyen most elméletileg be vannak biztosítva az ás jegyhez. Talán. Remélhetőleg, nagyon remélem. Én nagyon szeretném. Jó. És Mizuan Krisz. Jó, neki pisilnie kell. Aztán egyen ő is tortát. Hát nem, még mindig nem túl egészséges, de hát ez van. És igazából úgy gondolom, hogy szerintem ennyi lett volna ez a rész, és találkozunk egy következő részben. Remélem, hogy azért tetszett nektek. És nem gondoljátok, hogy megint egy kicsit össze-vissza volt, hát pedig kicsit össze-vissza volt, úgyhogy jövök majd a következő részben, és remélem, hogy már hogy résszel, bocsánat, már beszélni se tudok, kicsit kizökkentettek a játékból. Úgyhogy majd jövök, és tartsatok velem következőleg is. Sziasztok!